utcából, balrakanyarodunk a Munkácsi utcába, mely a Széchenyi térbe vezet. Ez minden időben a város főtere volt, és az 12 csatorna folyik bele. A neve volt már Piac tér, Főtér, Szent Háromság tér, az utóbbi évtizedekben azonban Széchenyi tér. Az utca végén balra tekintve megpillanthatjuk a vízkötő bökörfejes eozinnal bevont és pirogránittal díszített Zsolnai kutat. Ezt a kutat Zsolnai Miklós édesapja emlékére adományozta a városnak, és odaállították, ahol a török időkben a Pádi csóról állott. Király utcában folytatjuk városnéző útját. Ez az utca mutatja meg legjobban, hogy Pécs a mediterrán hangulatok városa. A vendéglátó egységek egy része az utcára települt ki. Azonban ez az utca is bővelkedik minden műtekben. Ebben az utcában valaha villamos is közlekedett. Pécset 1913. október 20-án indult meg a villamos forgalom. A fővonal a város kelet-nyugati tengelyében helyezkedett el, a Tüzér utca és a Zsolnai gyár között. Működése során végig egyvágányú, kitérős rendszerben közlekedtek a szerelvények, a vonalok több helyen komolyabb emelkedőkkel voltak tarkítva. Az egyik kitérő itt a Színház téren volt, ahova lassan megérkezünk. A pécsi villamost 1960. augusztus 31-én szüntették meg. A Pécsi Nemzeti Színház Lang Adolf és Steinhard Antal tervei alapján 1895. október 5-én Erkel Bánbán című előadásával nyitotta meg kapuit. Az épületen helyet kapott a kor kiemelkedő színházi emberének tartott Csiki Gergely, Szigligeti Ede, Kispaludi Károly és Erkel Ferenc szobra. A kupolán látható Vénusz szobrot Kis György szobrászművész a zsolnai porcelángyár alkotó dárdájával keltette életre. A 15-ös számú házban működött a 19. század első felének híres táncháza, a Hattyúj Budadó. 1848. október 26-án rangos esemény zajlott le a falai között. Itt adott jótékony célú hangversenyt Liszt Ferenc. A 19-es számú úgynevezett Vasvári ház emeleti ablakai között érdekes pirográni domborművek hívják fel magukra a figyelmet. Vasvári György vaskereskedő rendelte meg a Zsolnai gyártól a vasipar és a kereskedelem jelképeit bemutató homlokzatú díszeket.
A város keleti, azaz budai kapuja közelében épült Pécs egyik legjelentősebb barokk műemléke, az egykori pálos templom és rendház. A templom 1756-ban, a hozzáépült kolostor 1779-ben nyerte el majd foglalatát. A szerzetesek nem sokáig örülhettek az otthonuknak, mivel 1786-ban II. József a kolostori élet előírásainak elhanyagolására hivatkozva ezt a rendet is feloszlatta. A rendet Bertalan pécsi püspök 1225-ben alapította, amikor a közeli Jakab-hegy remetei számára szabályzatot adott ki, és a hegytetőn kolostort és templomot építetett számukra. A pálosok 1786 után legközelebb csak 1934-ben tértek vissza Magyarországra. Piacon cseréltek árut a kereskedők egykoron.